Sok szeretettel köszöntjük a kedves szülőket és leendő elsős csemetéiket. Szeretnénk, ha megismernének bennünket egy kicsikét. Máténi Dienes Juditnak hívnak, a gyerekek Judit néninek szólítanak, de néha anyunak, nagymamának vagy óvónéninek is, aminek én nagyon örülök. 1985 óta tanítok ebben az iskolában, és ide jártak a gyermekeim is. Az elsősöknek olvasást, írást, éneket, technikát és etikát fogok tanítani. A férjem is ebben az intézményben dolgozik, ő is pedagógus, és az ő segítségével sok túrát, kirándulást szervezünk a gyerekeknek és a szüleik számára, ami remek lehetőség arra, hogy kötetlenül beszélgessünk és alaposabban megismerjük egymást. Szeretek barkácsolni szabadidőmben, és gyakran írok verseket. 4 év múlva nyugdíjba vonulok, és ez lesz az utolsó osztályom. Ezért különleges helyet foglalnak majd el a gyerekek a szívemben. Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves szülőket. Béresné Vécsei Edit, Edit néni vagyok. Már több mint 30 éve dolgozom ebben az iskolában. Gyerekkoromtól óvónéni vagy tanítónéni szerettem volna lenni. 2 fiam is ide járt, és a férjem testnevelő tanárként itt dolgozik. Tantárgyaim a matematika, a rajz, a környezetismeret és a testnevelés. Fiatal koromban versenyszerű erőplabdáztam, és a leendő elsősöket is sok szeretettel várom az iskolai röplabda edzéseimre. Judit nénivel már 12 éve dolgozunk együtt, és mint a jó házasságban hasonlóan gondolkozunk, és megértjük egymást, kiegészítjük egymást. Igyekszünk játékos formában megkönnyíteni a gyerekeknek a tanulást. Szeretettel, türelemmel várjuk őket, hogy az átmenetet könnyebbé tegyük az óvodából az iskolába. Egymást szerető, segítő osztályközösséget szeretnénk majd kialakítani. Szabályok közös kialakításával és betartásával a helyes magatartásra igyekszünk őket nevelni. És néhány gondolatot mondanánk az iskoláról. 40 éves iskolánk a Kertvárosban található. Akkreditált kiváló tehetségpont vagyunk, ami azt jelenti, hogy 5. évfolyamtól differenciált képességfejlesztő csoportokban tanulnak a gyerekek. Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra egyaránt. Több szakkör közül választhatnak tanulóink, ilyen például a legómatek, robotika, informatika, gyermekjóga és a tömegsport. Aktív kikapcsolódást nyújt a gyerekek számára a nyári alsós tábor, a felsős kerékpáros tábor és a téli sítábor. Megőrizzük hagyományainkat, ilyen például az elsősöknek a jelvénykitűzése, az 5. nyakkendőavatója, a sportiskolások macis pólót kapnak, a 8-osok keringővel készülnek minden farsangra, és ugyanebből a keringő zenéjére írt szöveggel búcsúztatjuk évvégén a ballagó 8-osokat. A legjobbjaink pedig kazinci emlékplakettben részesülnek a tanév végén. Tantestületünkben jó hangulatban, egymást segítve folyik az oktató-nevelő munka. Nyitottak vagyunk az újdonságokra, szeretünk kipróbálni új lehetőségeket. Az első héten projekthéttel indul az elsősök oktatása, ami azt jelenti, hogy rövidebbek lesznek a tanítási órák, játékosan ismerkedünk egymással, az épülettel, az iskola szokásaival és szabályaival. Fontos számunkra a szülőkkel való kapcsolattartás. Hisszük, ha a gyermekek iskola éretten kerülnek az iskolába, akarnak tanulni, a pedagógusok és a szülők segítik őket ebben, akkor sikerélményekben gazdag, boldog iskolaéveket tölthetünk majd itt el együtt. Leendő kis tanítványainknak írtam egy kis versikét, fogadjátok szeretettel. Kertvárosban, erdőszélen vár egy kedves iskola, hogyha nem tudsz betűt vetni, bátran gyere el oda. Megszámoljuk a 7 törpét, olvasunk szép verseket, úgy megy majd a tótágas is, mint a bűvös egyszer-egy. Énekelünk, mint a madár, festünk színes képeket, nem felejtjük soha el a vidám sulis éveket. Büszke lesz rád apa, anya és a drága nagymamád.
Szeretettel várunk rád mi és a kedves iskolád. Nálunk az informatikát és az angol nyelvet emelt óraszámban tanulhatják a gyerekek. Fő profilunk a sport. 2007 óta köznevelési típusú sportiskola lettünk. 9 sportágból választhatnak a gyerekek, és a SIOSZ támogatásával a pár éve épült hatalmas tornacsarnokunk a legmodernebb eszközökkel van felszerelve. A tanulóink az országos sportversenyeken gyönyörű szép eredményeket érnek el. A tornatermen és a sportcsarnokon kívül még használjuk a kültéri műfüves pályát és a salakos atlétika pályát is. 2 hagyományos osztályt indíthatunk ebben az évben. Innen a 2 osztályból kerül ki a sportcsoportba azok a gyerekek, akik az online felmérés alapján a legszebb eredményeket érték el. Az online felmérésről az óvodában kapnak tájékoztatást. Természetesen ide várjuk a körzeten kívüli bacikai gyerekeket és a vidéki sporttehetségeket is. Köszönjük a figyelmet, várunk titeket! Sziasztok! Sziasztok!